iskolásoknak szól az Edda slágere a Kalocsai Művelődési Házban. A Házhoz megy a zene, de formáció 2012 óta járja az országot, hogy a hazai és a nemzetközi könnyű zene fejlődését mutassa be a blues, a beat, a soul, a pop és a rock stílusok érintésével általános és középiskolás gyerekeknek. Bordás József a misszió kitalálójának és vezetőjének a célja, hogy a felnövekvő generációnak megmutassa a zene sokszínűségét és ösztönözze a gyerekeket a hangszereken való tanulásra az élő zene fennmaradásának reményében. Az első 8 évben a popzenével foglalkoztunk, és az elmúlt 2 évben pedig a rockzene fejlődésével, ez nemzetközi, illetve magyar viszonylatokban. Tehát, hogyha Jimi Hendrixről beszélek, akkor utána Radics Béláról, vagy Illés Omega, Beatles, Rolling Stones viszonylatában tartjuk az előadást. Bordás József elmondta, a klasszikus zenei neveltetésnek nagyon mély gyökerei vannak a Kodály és a Bartóki hagyományok által, a könnyű zenei oktatásnak viszont nincsen. A Házhoz megy a zenedének ez a célja, hogy az országjáró turné során a nagyvárosoktól egészen a legkisebb településekig bemutassák a fiataloknak azokat a korszakalkotó művészeket, akik új zenei stílusokat hoztak létre. A program egy 60 perces színháztermi műsorból, azt követően pedig egy 30 perces úgynevezett hangszersimogatóból áll, melynek során a gyerekek testközelből ismerhetik meg a hangszereket. Először mindig egy konszolidált hangversenyre készülnek, és gondolom a pedagógusok elmondják, hogy ez egy hangverseny, a filharmóniában is mindig szépen kell ülni, de ez más egy picit, mint a filharmónia. Itt először finoman muzsikálunk, de a végén itt az a lényeg, hogy legyen adrenalin, legyen koncerthangulat. Direkt nem tornatermekbe és iskolákba megyünk, hanem színháztermekbe, koncerttermekbe megyünk, hogy a gyermekek tanulják meg a kultúráját annak, hogy milyen egy koncerten részt venni. Ösztönözzük őket, hogy tapsoljanak, hogy sikítsanak, hogy énekeljenek velünk együtt, és ha minden jól megy, akkor a vége katarzis minden előadáson, igen. A programot állami támogatásból finanszírozzák, így a lehető legtöbb helyre jutnak el az országban. A koncerteken túl más módon is népszerűsítik a könnyűzenei oktatást. Erről is beszélt Bordás József. A COVID elején, a COVID időszak elején, a karantén időszak beálltával létrejött egy pályázati lehetőség a hangfoglaló programnál, ahol online anyagok készítésére lehetett pályázni, és a Házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum is beadott egy ilyen anyagot, és gyakorlatilag ezt az előadást színházi körülmények között felvettük, 3 kameraállásból, és ebből készítettünk egy 10 részes sorozatot, amit a most már országosan az Oktatási Minisztérium és az Oktatási Hivatal ajánl. Például a napokban vettem észre az interneten, hogy 10. osztályban ajánlott anyagként az EMI kiajánlotta ezt az anyagot, illetve a zsebemben van egy telefon, és minden előadás után megkeresem a pedagógusokat, elkérem az e-mail címüket, és megkapják ezt az anyagot. Ez egy olyan PDF anyag, amiben benne van 10 részben, tehát 10 percenként, 10 perces blokkokra van osztva az előadás, és mellette a tanároknak kérdések és feleletek, válaszok, és ezt ki tudják tárgyalni énekórákon, osztályfőnöki órákon. Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, örül minden olyan kezdeményezésnek, ami színesíti Kalocsa kulturális életét. Azt gondolom tényleg, hogy az elmúlt évben is bizonyítottuk, hogy Kalocsán nagyon pezsgő és sokszínű kulturális élet van. Én úgy gondolom, hogy ez a január 3-ai esemény is méltó bizonyíték annak, hogy ez a 2022-es esztendő is gazdag lesz a kulturális eseményekben. Itt senki sem bolyó álló, és a szabad a védő álló.